Péter és János apostol a béna meggyógyítása után még beszéltek a néphez, amikor a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadduceusok oda mentek hozzájuk. Rossz néven vették ugyanis, hogy tanítják a népet, és hirdetik Jézus példájával a halálból való föltámadást. Letartóztatták tehát Pétert és Jánost. Majd összegyűltek Jeruzsálem előjárói, a vének és az írástudók. Előállították a két apostolt, és vallatóra fogták őket. Miféle hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ezt? Akkor Péter a Szentlélekkel eltelve így válaszolt. Népünk előjárói, és ti vének, halljátok. Ti most magatok elé idéztek minket, mert egy nyomorék emberrel jót tettünk. Kérdőre vontok, kinek a nevében gyógyítottuk meg? Hát tudjátok meg mindnyájan, ti és az egész választott nép, hogy annak a názáreti Jézus Krisztusnak nevében, akit ti keresztre feszítettetek, és akit az Isten föltámasztott a halálból. Az ő segítségével állít ez az ember egészségesen. Ő az a kő, amelyet ti, az építők elvetettetek, de mégis szegletkővé lett. Nincsen üdvösség senki másban. Az előbbi olvasmányban azt hallottuk, hogy a nép vezetői kérdőre vonják az apostolokat, hogy kinek a nevében tesznek jót meg tanítanak. És az apostolok azt mondják, hogy a názáreti Jézus Krisztus nevében, akit ti keresztre feszítettetek, de föltámadt a halálból. Jézus Krisztusban azt valljuk, hogy Isten elköteleződött ezzel a világgal. Jézus Krisztus az, aki által a mennyei világ és a földi világ össze van kötve, akiben nekünk igazi biztonságunk van. Sokféle kapaszkodót átkereshetünk a földi életünkben, de azért az ember egy idő után adott esetben elfáradhat, meg ezek nem biztos, hogy olyan végső biztos kapaszkodók. Az igazi biztos kapaszkodó, az igazi biztos tartóerő az Jézus Krisztus, akit ez a kötél jelképez most, és az egyház, az itt van, az szorosan össze van kötve Jézus Krisztussal, úgyhogy az egyházon keresztül, a Jézus Krisztusba vetett hit által mi nekünk biztonságunk van. Nem fogunk lezuhanni sem az örök halálba, sem pedig itt a földi életben nagyon nagy mélységekbe. Elnyerhetjük az igazi szabadságunkat.